Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint ugye Gumballnak fogjuk a titkos bázisát megkeresni, vagy megtalálni, vagy nem tudom mit csinálni. De ugye ezt már te ugye mindegy, már mindenki ugye észrevette ugye a címből. Szóval srácok, akkor ugye kezdünk is neki a favágásos résznek, a minden résznek, meg az ilyen dolgoknak. Srácok, ugye az előző videóban mondtam egy olyat, hogy aki feliratkozik a csatornámra, és ugye iratkozzatok le, meg fel, meg mit tudom én mi, ilyeneket beszéltünk, és hogyha egy nap alatt több mint 1000 súlyot elérünk, vagy több mint 1000-en fel tudtok iratkozni mind a csatornámra, akkor majd holnap végén fogok csinálni majd egy ilyen mindszeres termék sorsolást. Szóval ez eléggé meg fog valósulni, ugyanis egy nap alatt 1200-an feliratkozzatok a csatornámra, a kis csatornámra, ami eléggé, nem tudom ezt mivel jellemezni, nagyon durvák vagytok, és hát nagyon szépen köszönöm. Tehát most ez így tényleg nagyon váratlanul jött meg minden, konkrétan tegnap még ez 5100 subon volt, ma már 6300, szóval köszönöm szépen srácok, nagyon királyok vagytok, és ja, hónap végén akkor majd az összes feliratkozóm közül majd valakinek majd, lehet, hogy kettő embernek, meglátjuk srácok, de biztos, hogy ki fogok sorsolni legalább egy mindsetos terméket, az majd még ki fog derülni, hogy kettőt vagy egyet, de majd ez ráér. Na, gyors akkor ugye kéne csinálnunk egy kardot, meg ugye egy csákányt, amivel meg is vagyunk. Nagyon jó, vagy kaja, igen, ó, nem vettük ki a izéből, már elfelejtettem. Jó, ezeket is szépen elrendezgetem, mindent nagyon gyönyörűen, és akkor elvileg erre fele kéne ugye így szépen rohannom az iránytű fele, remélem, hogy közel lesz, ki tudja. Majd útközben azért figyelni kéne, hogy nem megyünk el esetleg mellett, tehát nagyon remélem, hogy nem. Jaj, na, srácok, valamit akartam még nektek mesélni, csak elfelejtettem. Ja igen, a nagy csatornámon ugye főleg ilyen soha ne válaszdos videók szoktak lenni. Nem tudom, hogy van-e köztek olyan, aki esetleg a nagy csatornán is követ, biztos, hogy, jó, ez most buta kérdés volt, biztos, hogy van olyan köztek. Nem tudom, hogy mennyi részetek, vagy mennyien követek a nagy csatornán is, inkább így mondom. És nem tudom, hogy nektek mennyire tetszik az, amit a nagy csatornán csinálok, ugye ez a soha ne válaszdos videósorozat, úgy mondanám, hogy ez ilyen videósorozat féleség. Ez tetszik-e nektek, vagy egyáltalán nem jön be, és próbáljuk meg a nagy csatornára is kicsikét másféle, vagy valami hasonlóféle kontentet csinálni, mint erre a csatornára. Mert ahogy látom, ezek nektek nagyon tetszenek. Ó, ott van egy zászló. Oké, srácok, eléggé közel vagyunk akkor. Ez azt jelenti, szóval megyünk is arra fele tovább. Szóval légy szíves srácok, hogy milyenféle, tehát ugye van olyanféle tartalom, amit titeket megragadott a nagy csatornámon, vagy a kis csatornámon, vagy bármi, akkor írjátok le, hogy ti olyanféle videókat szeretnétek látni a nagy csatornám, mert lehet, hogy lesz ott egy kicsike változás, vagy többféle stílusú videó, vagy bármi, majd ezt ti eldöntitek a komment szekcióba erre való, és majd fogtok nekem oda remélem írkálni. Titkos bázis, aha, de ez bedrockkal van befedve, szóval ez nem tudom, hogy fogok én oda bejutni, hogy egyáltalán felülről vajon be tudnék-e menni. Aha, igen, ez full bedrock, értem. Felülről esetleg, aha, oké, okay, jó, oké, okay, nem vagyunk mi, buták, eléggé, mi a, kitépéződtem, jó, rendben, megpróbálok visszamenni, valahova villá. Ja, hogy itt egy kék gyapjú. Ja, hogy a kék gyapjút kéne követnem. Aha, értem, jó, oké. Követem a kék gyapjút, srácok, és megnézzük, hogy merre vezet, a fákon vezet tovább. Elmegyünk szépen erre fele, akkor látom, hogy nem kellett volna ugye egyből beugranunk a mélyébe és bemenni a bázisba. Ez a víz alá vezet, vagy itt tovább kéne. Aha. Itt egy ilyen kis chest, amiben gyémánt, meg ilyen nézé, meg kar volt. Aha, szóval gondolom, hogy most nem tudom, hogy tovább vezete, körbenézek. Nem szerintem. Jó, oké, visszamegyek, legalábbis gondolom, hogy vissza kéne mennem. Aztán ki tudja, nem tudom. És megnézem, hogy ezzel a karral ki tudok-e valamit nyitni. Ott lesz egy valami, vagy most nekem ide le kéne visszamennem? Nem tudom, most ez visszafedődött. Mi a? Srácok! Várjatok, jó. Ide lemegyek, és megpróbálok mondjuk, ide lerakom. Semmi nem történik, jó. Nagyszerű. Jó, akkor szerintem én visszaásom magamat, vagy visszamegyek oda lentre, és megnézem, hogy aha! Tehát a kék gyapja alatt volt itt is, jó. És ezt most így nem bírom kinyitni. Jó, várjatok, ezt hogy kéne kinyitnom? Hova kéne így leraknom, mert így eléggé bonyolult lesz. Jó. Ezt így, aha, oké, kiütöm mondjuk így ezt. Így se jó.
Fogalmam sincs, hogy ezt így hogy kéne kinyitnom, de én szerintem kiütöm inkább. Jó? Tudjátok, hogy le... Oké, tökéletes. Ezért megértem, mondja, nem baj, legalább találtam 4 gyémántot, és srácok, van nálam fa. Szóval én azt mondom, hogy csinálok egy gyémánt kardot. Nagyon gyors megcsinálom a gyémánt kardot. Jó, és még tudok csinálni egy gyémánt lapátot, ami mondjuk nem tudom, hogy mire jó, de akkor már megcsinálom, hogyha már megtudom. Hát, ha tudok ott majd ütögetni. Még lehet, hogy a csákányt érdemesebb lett volna, de inkább a PvP-s szetre megyek. Jó, itt egy lefele vezető létra cuccok vannak, és ott látom is már valakinek, ki volt ott. Ott valakinek ott volt a neve, de akkor lejjebb megyek. Ah! Oh! Oké, lejjebb kéne mennem a vizen, vagy felfele kéne mennem a vizen? Amivel nem tudok felfele menni, szerintem lefele. Megnézem, hogy lefele tudok-e menni, remélem, hogy nem fogok megfulladni. Vagy ott világvége van? Srácok, itt mi van? Oké, itt így. Aha, oké, értem, tehát nem le kéne mennem, jó. Visszamegyek fentre, hogy ott mit találok, vagy nem tudom, de itt valaki nagyon izén mozgolódik. Haló? Haló, valaki vegyen már? Jó, mindegy, alám építek. Jó, oké. Lol, felettem víz lett ideig, nem volt felettem víz, ugye? Vagy most én vagyok a bomba? Jó, oké, bejöttem. Srácok, itt egy, jó, mindegy. Itt valami? Nem, itt valami? Nincs, oké. Körbe kell nézni mindig a legalaposabban. Jó, Gumball, aki éppen alszik. És a csesztje, oké, üres, jó. Szerintem kicsikét máshogy kéne megközelítenünk. Jó, felkelt, ahogy látom. Szia, hello. Jaj, Istenem, jó, bocsi. Figyelj, ez nem mondom, hogy látszik. Szia, Gámból, amúgy esküszöm, srácok, nem azért. Szia, Gámból, hello, írja nyugodtan. Nem azért mondom, srácok, de Gumball akármennyire is lenne ijesztő, én szerintem egyetlen nem ijesztő. Tehát most így ennél aranyosabb Minecraft figurát én még tényleg soha nem láttam. Tehát így idejött, rám nézett azokkal a személyével, és esküszöm, nem is az, hogy megijedtem, hanem így esküszöm, nem tudom. Szia, Dani, hát te hogy jutottál ide? Szia, Gumball, elsősorban idejöttem a izéthez, itt egy, vajá, odaadom. Itt egy iránytű, ami a te bázisodhoz vezet, látod? Van benned egy nyomkövető. Na, ez az egyik, ezt oda is adom neked. A másik, ezt elrakja, gondolom, vagy nem tudom. Mit csinálsz vele? Mi az, Gumball? Mondjad. Mindegy, jó, mindegy, mesélem tovább. Nyugi, nem kell ide erőszak. Na, elsősorban Gumball, oké, maradj szerintem az... Akkor én maradok ott, jó? Oké, így tökéletes. Na, Gumball, és a második dolog, ugye ide eljöttem, és ott ilyen kék gyapjuk vezettek egy tóhoz, amiben volt egy chest, és volt benne egy kar, és amúgy a kar nem működött, és amúgy volt benne egy gyémánt, és craftoltam. Mi az? Ütögetsz oda. Engem akarsz megsütni? Ne! Engem ne akar! Gumball! Hagy békén! Nem, már nagyon nagyokat sebz az a gyémánt kard, a Gumball! Figyelj! Béke! Békével jöttem! Tényleg full békés ember vagyok. Én nem akarok veled balhét. Én csak meg akartalak látogatni, mert meg akartam nézni, hogy milyen királybázisod van. De hogy tök jó. Tök jó tényleg, itt van itt egy ágy. Tudok aludni. Itt van egy ágy. Bocsi, csak nagyon éhes vagyok, már nem ettem több hete. Ide lakoltattak ki. Ó, szegény, tessék, hoztam neked kaját. Ezt amúgy most csak neked hoztam, tényleg. Látod, nagyon-nagyon sok kaja. Odaadok neked, mit tudom én, nekem maradjon csak 20, ennyi bőven elég lesz. Jaj. Köszönöm, már rám fért, így van, ez most neked elég lesz, szerintem több hónapig is, vagy hétig is, nem tudom. Figyelj, szerintem akkor így kvittek vagyunk, és nem kell megenned. Amúgy Gumball egy kicsikét kicsi a bázisod. Most tényleg nem izéből, meg amúgy eléggé könnyű feltörni, tehát konkrétan ott volt a bedrock, és kiütöttem mellette egy földblokkot, és lebírtam jönni. Tehát így érted, kicsikét jobban ki kellett volna találnod a dolgokat. Tudom, de erre volt csak fedezetem, miután kirakott. Igen, kirakott. Darwin, nem kaptam egy vasat sem. Darwin rakott ki téged otthonról. Azt a hallod, de rossz. Mindegy, figyelj. Ott volt egy gyémánt a tóba, ezt odaadom neked. Odaadom neked, ezt bocsi, kiütöttem az ajtódat, azt is visszaadom. Kapsz facsákányt, földet, mindent. Mindent odaadok neked. Leszünk kedvesek vele, a gyémántkorot mondjuk megtartom, mert az még jól jön. Mit írt, várjatok. Ja igen, ezt írta. Köszi, nagyon sokat segítettél ennek a diának. Igen, az eszmei értéke több millió dollár. Hát igen, így van, ebből akár már tudnál egy házat is venni, hogyha nagyobb sikered van. Meg figyelj,
figyelj, kedves vagyok, megkapod a gyémánt lapátomat, jó? Na, Darwin, szerintem vele ennyire kedves voltam, akkor megérdemlem, hogy segítség elköszönni a videóból, meg ilyenek, és srácok, hát reménykedjünk, hogy Darwin, miért Darwin osztam le Gumballt? Gumball vagyok, de igen, jó, bocsi, csak annyira hasonlítotok meg, mindegy. Szóval Gumball, most így segítettem, és nagyon remélem, hogy, hogy is mondjam, jó sorsod lesz, és nem lesz semmi probléma, meg minden. És hát, ja, srácok, adakozzatok ti is valahogy Gumballnak, ahogy megtehetitek, adjatok neki diát, meg minden. És srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy akkor ugye velem tartottok ebben a videóban. Elég izgi voltam, úgyhogy nekem tökre tetszettem, hogy ez most így különösen. És ja, hogyha még szeretitek ugye hasonló kontentet, ha feliratkoztok, azzal adakoztok. Így is feliratkozzatok fel a csatornámra, a nagyra is, meg a kicsire is. És ja, akkor ugye csekkoljátok le a nagy csatornámat, a kis csatornámat, az MC Shopot, a www.mindset.hu-t, a... mik vannak még? Nem tudom, hogy mik vannak még. Mindegy, még sok dolog van biztos. Én Dari voltam, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát sziasztok!